versenyekre, edzőtáborokba, edzésekre utazott az elmúlt egy évben egy használatra kapott gépkocsival Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyetlen riói olimpikonja. A Brazíliában egyéni csúcsot elérő atléta továbbra is számíthat támogatójára, akivel egyelőre fél évvel hosszabbították meg az együttműködési megállapodást. Természetesen elégedettek vagyunk az eredményeivel is, és az emberi tulajdonságaival is, mert ez alatt az egy év alatt ismertük meg igazán Mátét, és egy nagyon remek, szerény, csendes és nagyon jóra való fiatalembert ismertünk meg benne. Az elmúlt hétvégén Budapesten rendezték meg a Szuperliga döntőjét, amelyen számunként a legjobb 8 hazai atléta állhatott rajthoz. Helebrant Máté a papírformának megfelelően magabiztosan nyert 10 kilométeres gyaloglásban. Nekünk idén ugye az olimpia volt a főverseny, ez meg rá 2-3 hétre volt ez a verseny. Az olimpiáról betegen jöttem haza, illetve a sok utazástól nem is nagyon tudtunk erre a versenyre készülni, de a helyezés volt a fő cél, sikerült megnyernem, így elégedett vagyok, viszont az idővel az idő kicsit lehetett volna jobb is, de mivel nagyon meleg volt, illetve a pálya sem volt a legjobb, ezért ez a 41 perc, 36 másodperc, ez így a körülmény képest jónak mondható. A nyíregyházi gyalogló a hétvégén Székesfehérváron a csapatbajnoki döntőben verseny az idén utoljára. Aztán pihenő következik, majd Pokrovenszky József tanítvány elkezdi a felkészülést a jövő évi londoni világbajnokságra.